Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a parkerdőben. A polgármester Vincek György a polgármesterrel, Teknős Ferenc önkormányzati képviselővel, Bán Zoltánnal a Közpark Kft. Igazgatójával, Tihi Judittal a Zöld Programiroda vezetőjével, Bernát Péterrel a polgármesteri kabinetiroda vezetőjével, valamint a parkerdő munkatársaival tekintette meg a munkálatokat. Kispest legnagyobb közparkja épül itt a Víztorony utcán, a Kőbánya kispesti metró végállomás mellett a kiserdő területén. Több mint 30 ezer négyzetméter erdőterület újul meg, még hozzá úgy, hogy tulajdonképpen egy parkerdőt építünk a Pilisi Parkerdő ZRT-vel, illetve a Magyar Állammal közösen, hiszen az önkormányzat 20 millió forintot, az Emberi Erőforrások Minisztérium pedig 10 millió forintot adott ehhez a beruházáshoz, amit arról szól tulajdonképpen, hogy megújul a kis erdő, és olyan eszközöket is telepítünk, ami tényleg arra lesz jó, hogy ezt az erdőt most már funkciójának megfelelően tudják használni majd a kispestiek. Lesz futókör, játszótér, különböző szabadidős tevékenységre alkalmas terület is, sétaútvonal a pingpongasztalokkal, úgyhogy már nagyon várjuk, hogy elkészüljön. Abban maradtunk igazgató úrral, hogy a határidőt tudjuk tartani, tehát a tervek szerint július végén meg tudjuk tartani az átadót, és onnantól kezdve ezt a vadonatúj parkerdőt tudják majd használni a kispestiek. Gajda Péter hozzátette, az elmúlt időszakban jelentősen növelték a zöld felületek számát a kerületben. Az elmúlt években több mint 10 000 négyzetméterrel tudtuk növelni a kispesti zöld felületek mennyiségét, arányát. Több olyan területet nem építettünk be, építési telkekről beszélek, hanem parkosítottuk, közparkot alakítottunk ki, amely korábban és mai napig is egyébként építési telekként van nyilvántartva. Ugye ilyen az Atatürk Park, a Ruszbazsan tér, ahol úgy döntöttünk, hogy már az egyébként is sűrű lakott területet nem terheljük további lakóövezetekkel vagy kereskedelmi ingatlanokkal, hanem parkosítunk. Természetesen a jövőben, amennyiben erre lesz lehetőségünk, ezt a munkát folytatjuk, ugyanúgy, ahogy a kerületi zöld programot, illetve a fatelepítési programunkat is. A parkerdőben a kispestiek kérésére közel másfél kilométeres sétaúthálózatot hoznak létre, amit 500 méteres futópályával és egy tollaslabdapályával is kiegészítenek. A legkisebbek és a családok számára erdei játszótér létesül. Újdonság lesz a megfelelő akadályokkal felszerelt kutyafuttató.